egy újabb mérföldkőhöz érkezett a Bács-Kiskun megyei önkormányzat és a Kecskeméti Katona József Múzeum együttműködése, hiszen az identitás projektekben akár a legendás könyv vagy a mesekönyv megvalósítása kapcsán létrejöhetett egy gazdag tartalom, amelyet folytatva úgymond egy újabb sikeres folyamatnak a, hát ha nem is a végén, de közel a finisében vagyunk. Összegyűjtjük azokat a mintákat, és átnyújtjuk a mai kor divattervezőinek, szemlélőinek és tovább gondolóinak, amelyek lehetőséget teremtenek akár egy új ruhadarab, akár egy használati eszköz, akár egy identitásalkotó elem megalkotása. Mire gondolok? Új címerek, termék, logók, és még sorolhatnám azokat a rendkívül nagy lehetőségeket, amelyek ebben a projektben benne vannak. És tényleg itt az iparművészettől, az építőművészeten át egészen a legaprólékosabb, sőt régészeti leletekben föllelhető ős magyar motivumok is megjelennek, amelyek bennünket megtartanak ma itt Bács-Kiskun megyében, kecskemétiként, vagy nyárlőrinciként, vagy kumparacsiként. Nagyon fontos nekünk az, hogy az egész megyét átöleljük, egészen Kelebiától mondhatni Lajos Mizséig. Minden egyes népcsoport, minden egyes sajátosság, minden mesterséghez köthető gyönyörűség belekerüljön ebbe a gyűjteménybe, amelyet az örökségvédelmi szakértők a kulturális örökségünk alapjaként kezelnek, és bennünket jellemeznek akármerre járunk a nagyvilágban. Európában azonosítói a magyarságnak, ezen belül pedig bennünket, Bács-Kiskun megyeieket tudnak ez alapján megszólítani. Ilyen mértékű, tulajdonképpen az egész megyét átfogó motívumgyűjtés, tehát nem csak konkrétan néprajzi, hanem az iparművészetre, építészetre, stb. Kiterjedő motívumgyűjtés még nem történt. Bács megye az egy nem természetes néprajzi határokkal rendelkező megye, mégis azért vannak benne olyan régiók, olyan központok, városok, vidékek, amiknek ugye a sajátos motívumkincse természetesen a megye motívumkincsét képezi. Motívumok természetesen nem állnak meg a megye határon, tehát például ameddig egy hartai sváb bútor, mint ami mögöttem látható, nyilván egyedi jegyekkel rendelkezik, de a kalocsai sárköz túloldalán, a tolnai sárközben is használnak hasonló motívumokat, de azért egyedileg meg lehet határozni, hogy mi az, ami a vidékünkre jellemző. Nagyobb merítést tettünk a néprajz irányába, tehát népművészeti motívok szerepelnek benne főleg. Akkor kisebb mértékben iparművészet, illetve a régészeti motívumok is belekerültek, valamint a megyében alkotó és működő népiparművészeknek a motívumai, tehát az általuk használt motívumok is belekerültek. Néprajzból például ki tudnám emelni a malomkőpad faragásokat, ami a nagy közönség számára kevéssé ismert, mégis egy elég gazdag fafaragású anyag az 1800-as évekből főleg. Vagy például az iparművészeti alkotásoknál meg tudnám említeni egy kevéssé ismert és egyáltalán nem is kutatott témát, a bácsbokodi bennyezett freskókat, tehát az ott lévő lakóházakban lévő templomfestők által készített freskókat, ami szintén egy nagyon érdekes kutatás irány lenne a jövőben. Valamint ugye beépítettük ebbe a dologba a régészeti motívumokat is, hiszen a megyében előkerült, főleg honfoglaláskori természetesen a magyarsághoz kötődő régészeti leleteknek a motívumai szintén nem csak a magyarság, hanem ugye a megye kincsét is képezik, motívumkincsét. Emellett ugye nem sok egyenlőre, de számos népművész is csatlakozott ehhez a kötetnek a motívum gyűjtéséhez, és az ő munkáik is így bekerültek ebbe a kiadványba. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a folyamatok, amelyre hál' Istennek a területi operatív programok ezen részei lehetőséget nyújtanak, hogy valójában értéket teremtsünk és átadjuk az utánunk felnövő generációknak, hogy ne tévedjenek el ebben a mai nem egyszerű Európában, és sikeresen megőrizzék a magyarságukat, megőrizzék a megyeiségüket, és megőrizzék annak a településnek a gyökereit, ahonnan származnak. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb része ennek a projektnek, amelyek, mint mondtam, már harmadik eleme a Bács-Kiskun megye motivumkincse egy, és nagyon bízunk abban, hogy tudjuk ezt folytatni, hiszen rengeteg olyan van, ami kimarad az első kötetből. Ez is azt bizonyítja, hogy mi, Bács-Kiskun megyeiek, milyen gazdagok vagyunk saját
jegyeinkben. Én azt gondolom, hogy ezt meg kell örökíteni, át kell adni az utókornak, és ha majd egyszer egy velünk szembe jövő fiatalon látjuk a kalocsai hímzést, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy elértük az eredményét annak a munkának, amelybe belefogtunk immár lassan másfél éve.